Nagy szeretettel köszöntök mindenkit erre az eseményre, amelyen bemutatunk egy olyan társasjátékot, amit a román nyelv oktatására használható segédanyagként fejlesztettünk, illetve roppant örvendünk a nagyon nagy érdeklődésnek, és nagyon megtisztelőnek tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy illik, hogy egy picit be is mutatkozzunk mi, mint oktatási központ, hiszen az minket online követők között biztosan egész sokan vannak, akik talán most hallottak először a Spektrum Oktatási Központról. Ez az oktatási központ 1998 óta működik Csíkszeredában. Egy független civil szervezet, és alapvetően kétféle tevékenységet folytatunk. Az egyik a nyelvoktatás, különféle európai nyelveket tanítunk, A1-től C1-es szintig, nyelvvizsga letételére is van nálunk lehetőség, illetve a másik fő tevékenységi területünk azok a hát lehetőség szerint innovatív vagy újszerű oktatási eszközök, oktatási módszereknek a kidolgozása külföldi partnerekkel közösen. Ezeket a projekteket zömében Erasmus keretből szervezzük, rendezzük, illetve ezeket az eszközöket szeretnénk eljuttatni minél több iskolához. Már jó néhány olyan eszközünk van, amit úgy gondolom, hogy sokan vagy többen is használnak. Éppen csak néhány ízelítő, egy kis ízelítő, néhány olyan programunkból, amely most nagyon aktuális. Az egyik ilyen képzésünk, ezt december 1-én fogjuk kezdeni, illetve december elején fog zajlani ez a képzés. Ez egy workshop a hibrid oktatásról. Hibrid oktatásról jelen esetben olyan oktatást értünk, amikor az osztály egyik része online követi a tanulási folyamatot, a másik része részt vesz a teremben. Ez a fajta oktatás Hargita megye több intézményében is az iskolák bezárása előtt érvényben volt. Számos pedagógussal tartottuk a kapcsolatot, ez egy nagyon nehéz oktatási forma volt. Minket mégis érdekel az, hogy mi az, ami ebből leginkább, legtöbb kihozható, és a budapesti új pedagógiával közösen szeretnénk egy olyan workshopot szervezni, vagy fogunk szervezni egy olyan workshopot, amelyen szimuláljuk ezt a hibrid folyamatot. A pedagógusok egy ilyen osztott csoportban, egy részük otthonról, másik részük a teremből, majd a következő alkalommal fordítva fognak részt venni ezen a workshopon. Még azt hiszem, hogy két helyre lehet jelentkezni, aki szeretné, az az intézményünk honlapján, illetve Facebook oldalán talál bővebb információt. A másik innovatív projektünk, amely most már kész van arra, hogy bevigyük az iskolába, sajnos az iskolák nincsenek jelen esetben kész arra, hogy külsős programokat fogadjanak, ugye eleve nem működnek. Ez a We Are Not Bullies programunk, ez egy meglehetősen újszerű eszköz, 6 kisfilmet forgattunk le VR rendszerben, azaz 360 fokos kisfilmek, tehát olyan filmek, hogyha a gyerek fölteszi a szemére ezen filmek lejátszására alkalmas eszközt, akkor úgy képzeli, hogy ott van abban a közösségben, abban az osztályban, ahol ez a jelenet játszódik. A jelenetek témája minden esetben az iskolai zaklatás, és az volt, tehát az eszközt nem öncélúan használjuk, hanem az a célunk vele, hogy empátiát ébresszünk a gyerekekben. Tehát rendkívül érdekes, amikor egy iskolai zaklatási jelenetet kétféleképpen is meg tud nézni a gyerek ezzel a szemüveggel, megnézi a kívülálló szemszögéből, majd megnézi úgy, hogy ő az, akit zaklatnak, tehát hogy ő van az áldozat helyében. És ezekhez a filmekhez tartozik egy tanmenet is, 6 tanórára, 6 workshopra osztottuk föl ezt a tanmenetet, illetve egy háttér tananyag, amelynek a kidolgozásában csíkszeredai szakemberek is részt vettek. Varró Éva pszichológus nevét említeném, aki a VR tananyagot nagyobb részt szerzőként jegyzi. Ez a csomag már most elérhető, kikölcsönözhető az iskolák számára. Azoknak, akik most itt vannak velünk a teremben, a Spektrum Oktatási Központ tantermében, a bemutató végével beviszünk néhány VR szemüveget, aki szeretné, ki is próbálhatja. Aki meg online követ bennünket, de érdekli ez a dolog, azt megkérjük, hogy majd az e-mail címünkre írjon üzenetet. Erika be fogja írni az e-mail címünket a chatbe, és hát várjuk szeretettel az érdeklődőket, és lehetőség lesz ezt az eszközcsomagot kikölcsönözni és kipróbálni. A további projektünk egy német nyelvoktatást szolgáló, tehát a németet önállóan tanulóknak létrehozott program, amiben most már talán 6. éve részt veszünk ennek a fejlesztésében, nyilván a konzorcium vezető az egy német intézmény, illetve egy nemrég díjazott projektünket is mutatjuk.
Ez egy tanároknak szóló videó platform. Olyan videókat tartalmaz, itt talán a képről is némelyest ez látszik, olyan videókat tartalmaz, amelyeken a tanárok különféle módszereket, pedagógiai módszereket mutatnak be. Zárt rendszer, tehát regisztrálni kell ahhoz, hogy valaki ezt megnézhesse, vagy akár maga is feltöltsön videókat, illetve a videók alatt ratingelni, minősíteni, illetve hát megjegyzéseket lehet fűzni az egyes javaslatokat, lehet fűzni az egyes videókhoz. Akit érdekel, az az itt látható linken tud itt csatlakozni. Erika kolléganő folyamatosan beírja a chatbe ezeket a weboldalakat, hogy akit érdekel, az elmenthesse magának ezeket a címeket. És akkor elérkeztünk ahhoz a projekthez, amelynek keretében az Explorat Transylvania társas játékot kidolgoztuk. Ez is, ahogy látják, egy Erasmus projekt, azt jelenti, hogy több ország vesz részt benne, jelen esetben 6 ország vett részt ennek a projektnek a kidolgozásában, és ennek megfelelően 6 társas játék született. Látják, Belgium, Bulgária, Hollandia, Spanyolország, Kent, illetve Erdélyt bemutató társasjátékok. A társasjátékok célja mindenik esetben elsősorban az, hogy az illető országnak a nyelvének az elsajátításába segítsen gyerekeknek, fiataloknak. A másodlagos célja pedig az, hogy az illető régiónak a kultúráját bemutassa. Volt olyan partnerünk, aki úgy döntött, hogy az egész ország kultúráját próbál ízelítőt adni. A legtöbben, mint mi is egy régiót választottunk ki, és ennek az értékeit próbáljuk a játékban megmutatni. Itt láthatják, hogy több partner szervezet vesz részt rendszerint minden Erasmus programban, és hát ezeknek az Erasmusos együttműködéseknek természetesen rendkívül nagy haszna van, és rendkívül érdekes dolgokat lehet megvalósítani, ugyanakkor nagyon sok kihívást is jelent. Mi azért biztatunk minden iskolát, minden intézményt, hogy próbáljon kapcsolódni az Erasmus programokhoz, jövőtől még újabb lehetőségek fognak nyílni. Erika be fogja írni, vagy be is írta már a projektünknek, tehát ennek a projektnek, a Welcome projektünknek a honlapját. A projekt keretében nem csak a társasjáték született, hanem oktató videók is. 3 olyan videót készítettünk Csíkszeredában, amelyen magyar nyelvű gyerekek beszélnek, kommunikálnak románul különféle helyzetekben. Az egyik a Csiki Székely Múzeumban, a másik a Szent Anna-tónál, a harmadik pedig egy főzős filmecske. Illetve elkészült egy képregény könyvecske is. Ebben a képregény könyvecskében minden országból egy-egy népszerű legendának a feldolgozása olvasható egyszerűsített román nyelven. A mi legendánk, a Maros és Olt legendája, ezt egy évvel ezelőtt a román táborunkban a gyerekek írták újra a Maros és Olt legendáját, mégpedig úgy, hogy Maros és Olt természetesen mobiltelefont visz magával a hosszú utazásra, és akkor ebből különféle kalandok és újabb lehetőségek származnak. A videókat talán érdemes megtekinteni a gyerekekkel együtt mindenképpen, hiszen mindenik videóhoz tartozik két-két játék is. Az egyik játékban megfelelő sorrendbe kell rakni a szavakat egy-egy a videóból kivett mondatban, a másik pedig egy memória játék, a videóban szereplő szókincset lehet vele gyakorolni. Stilla ce se folosea? Sigur. Am văzut la străbunica mea. Este un război de țesut. Pe vremuri femeile țesau covoare, fețe de mese și alte materiale. Nem mutatom tovább, mert bárki megtekintheti, nyilvánosan elérhető a honlapon, akit érdekel. Úgy ígértük önöknek, hogy nem fogjuk több mint 40 percig igénybe venni, 40-50 percnél tovább a türelmüket semmiképpen, és hát a lényeg az a társasjáték bemutatása lenne. De még mielőtt a társasjátékot bemutatnánk, szeretnénk megkérni önöket, hogy vegyenek részt egy rögtönzött közvéleménykutatásban. Erika, megkérlek, hogy indítsd el a rövid kérdéskénket. Ha igaz, akkor most önök látnak itt mindenki lát a képernyőjén egy kérdést. A kérdés az, hogy szokott-e társasjátékot használni a román órák keretében, vagy román tanulás céljából. Nyilván a pedagógusoknak szól
a román órás kérdés szülőknek szólhat, szülőkre is vonatkozhat olyan formán, hogy otthoni tanulás alkalmával szoktak-e próbálkozni társasjáték használattal a román nyelv tanításában. És akkor várunk egy kicsit, amíg többen is válaszolnak, jelenleg 22 válasz, 28-30. Köszönjük azoknak, akik válaszoltak. Úgy látom, most már olyan nagyon nem nőnek a számok. Erika, megkérlek, vagy még talán várjunk egy picit. Jó, azt hiszem lezárhatod, hogy lássuk az eredményeket. Azt látjuk, hogy legtöbben azt válaszolták, hogy nem szoktak társasjátékot használni, mert nincsen megfelelő társasjáték. 42% válaszolta ezt. Viszont nagyon sokan vannak azok is, akik szoktak társasjátékot használni, annak külön örvendek, hogy senki nem írta azt, hogy azért nem játszanak társasjátékot, mert a gyerekek nem élveznék. Minden ellenkező híreszteléssel ellentétben a mai gyermekek is szeretik a társasjátékot. Most szeretném megkérni azokat, Erika, lecsukhatod a közvéleménykutatást, szeretném megkérni azokat, akik azt válaszolták, hogy szoktak használni, hogy a chatbe írják be annak a társasjátéknak a nevét, ha most pont eszükbe jut, amit önök román nyelvtanulás céljából szoktak használni, nem feltétlen csak kifejezetten román tanításra kidolgozott társasjátékokra gondolok, hanem például a nagyon híres Activity-re, ami nyilván képes játék, vagy annak a képes verziója bármilyen nyelven használható. Jó, valaki már írta is az Activity-t. A Doblet. Montessori kártyák. Igen, a Doblet, nem tudom, ki írta a Doblet, hogyha a mikrofonját fölhangosítja, azt hogy szokták használni, mert az ugye alapvetően egy gyorsasági játék, de nyilván, hogy vannak rajta elemek, gondolom, azokat kell megnevezni, vagy hogy játsszák, Renike néven van, Renáta. Ha be tudja kapcsolni. Igen, bekapcsoltam. Köszi. Igen, vannak az interneten is ilyen könnyített verziók, amiket ki lehet nyomtatni, és akkor azon vannak ilyen direkt a gyerekeknek olyan szavak, amiket mondjuk románul könnyebben meg tudnak nevezni. Tehát nem az eredeti doble játék, mert abban azért a szavak nem annyira egyszerűek románul. Igen, igen. A homokóra például biztos nem egy olyan nagyon alapszintű román. Köszönöm szépen, Renáta. Valaki említette a Dixitet, biztos az egy nagyon jó fantázia játék. Hányadikban használj? Hú, de sokat, valaki nagyon sokat írt. Headbands, Dixit, Pictionary, Brainbox. Kucsenembrököm, igen, ezek biztosan kifejezetten ilyen román oktatásra, emőke vagy román nyelvű gyerekeknek kidolgozott társasjátékok ezek. Román oktatásra inkább. Szuper. Hát főleg képekkel van. És van olyan változata is, amikor a szavak is megvannak, szókártyák, most akkor kell, attól függ, hogy már tanulnak-e román, ugye írni, olvasni, és annak függvényébe kell társítsák. Aha, igen. Látom a Brainboxot, igen, a Brainbox egy műveltségi játék, de kiadták román nyelven is, az román gyermekeknek szól, de nagyon jól használható, főleg a fiatalabb korosztálynak készültek, mit tudom, híres állatok, vagy nem tudom, a világ minden tájáról állatok, és azokról kell egyszerű dolgokat mondani. Stiusi köstig, Gicsi Tóri, Scrabble. Nagyon jó. Hát köszönjük szépen ezt. Én ajánlom, hogy mentsék el másolják ki innen a chatből a társasjáték neveket. Szerintem itt sok jó ötletet kaptunk arra, hogy akár puzzle-t is nagyon jó lehet használni, úgyhogy kiraknak a gyerekek egy képet, és akkor arról beszélnek, vagy arról mondanak egyszerű mondatokat, vagy hát attól függően nyilván, hogy milyen korú gyerekekről beszélünk. Visszateszem a képernyő megosztásomat, csak egy pillanat türelmet, hogy akkor röviden mutassam be a játékot. Én inkább csak a fejlesztési részéről fogok beszélni. A többiről, a gyakorlatban való kipróbálásról azok a pedagógusok fognak beszélni, Hadnagy Helga és Kinga, akik részt vettek ennek a tesztelésében. Közben Erika, látom, hogy valószínű írtál, nem írtál üzenetet. Kérlek, szóljál, mert nagyon nehéz váltogatni a csettek között
a lassúság miatt. Jó, nem, rendben van. A társas játék doboza természetesen tartalmazza a szabályzatot, a játéknak a meglehetősen részletes leírását. Ez alapvetően úgy működik, mint egy műveltségi játék, amit tudom, a honfoglaló vagy hasonló kártyajátékok. Igazából ötféle témában tartalmaznak kérdéseket a kártyák. A piros kártyák ételekkel, élelmiszerekkel, hagyományos receptekkel kapcsolatos kérdéseket tartalmaznak. A zöld kártyákon tájjal, földrajzi környezettel kapcsolatos kérdéseket találnak a gyerekek. A sárgán művészet és kultúra, a kéken történelem, a lilán pedig híres személyekről szóló, vagy híres személyekre vonatkozó kérdések vannak. Na most, amikor mi létrehoztuk ezt a társasjátékot, akkor mindenképpen úgy szerettük volna, hogy ez a játék, mivel elsősorban kisebbségi gyermekeknek szántuk, hogy ebben a játékban Erdély úgy jelenjen meg, ahogyan egy kisebbségi gyermek érzékeli, vagyis sokféleképpen, sok kultúrájú közegként, és ennek megfelelően alakítottuk a kérdéseket. Minden kártya, minden színű kártyából 50 kérdést állítottunk össze. Természetesen a természeti környezetnél volt a legkönnyebb dolgunk, az itt megfogalmazott kérdések talán egy picit egyszerűbbek is, mint a történelemre vonatkozó kérdések. Láthatják itt a kivetítőn, hogy a képen, amit megosztottam, hogy az egyik kártyán piros felkiáltójel látható, a bonyolultabb kérdéseket megjelöltük grafikusan ezzel a piros felkiáltójellel, hogyha a pedagógus úgy érzékeli, hogy ezek túl nehezek, akkor nagyon könnyen ki tudja őket válogatni. Természetesen a pedagógus úgy használja ezeket a kártyákat, ahogy ő jónak látja, tehát tovább lehet szelektálni, lehet, hogy csak 10 kártya legyen, lehet, hogy 20 kártya, vagy 30 kártya legyen egy-egy típusból, vagy egy-egy témából bent. A nehezebb kérdéseknél próbáltunk olyan módon segíteni a gyermekeknek, vagy hozzásegíteni őket a sikerélményhez, hogy a három válasz lehetőség közül meglehetősen egyértelmű legyen, hogy melyik a jó válasz. Különösen a történelmi, bonyolultabb kérdéseknél próbáltunk gondolni kisebb gyerekekre is. Hogyha nem is feltétlen ismeri az adott történelmi eseményt, de a válasz lehetőségek közül viszonylag könnyen ki lehet szűrni, hogy melyik a helyes válasz. A kártyákon a helyes válasz meg van jelölve, tehát ebből következik, hogy a gyerek nem maga olvassa föl a kártyát, hanem neki egy társa olvassa föl a játék során. Különösen nagy öröm volt összeállítani az ételekről szóló kártyákat. Itt szerepelnek 100 konyhára vonatkozó kérdések, és nyilván kevesebb román hagyományos ételek, de tipikus magyar, erdélyi magyar ételek is szerepelnek, természetesen a román leírásukkal, meg a román nevükkel. A kultúra szintén nem okozott nehézséget, itt is vegyesen van román, magyar, német kultúrára vonatkozó kérdés is. A románoknál olyanokat választottunk, amelyeknek egyértelmű erdélyi kötődése van. A román kulturális személy, kultúrára vonatkozó kérdéseknél. A történelmi kérdéseknél nem mondom, hogy nagyon egyszerű dolgunk volt. Ugye az erdélyi történelemben nagyon sok olyan esemény van, amelynek végletesen más a megítélése román és magyar szempontból. Nekünk szerencsére itt nem történelemkönyvet kellett összeállítani, hanem egy játékot. Ezért tudtunk könnyedén válogatni, és olyan eseményeket szelektáltunk, amelyeknek a megítélése az kölcsönösen elfogadott, tehát ne okozzon ez vitát az osztályban. Illetve hát a legutolsó a híres személyek, ezek itt is szerepelnek románok és magyarok egyaránt, és 100 híres erdélyi szászok is. A kártyajátékban ugyanakkor vannak ezek a csillagos kártyák, ezek azt a szerepet töltik be, amit más kártyákban a nehezítő vagy könnyítő kérdések. Egy-egy extra kérdés vagy megválaszolásával, vagy feladat végrehajtásával pluszpontokat lehet gyűjteni. Itt lehetőségünk volt bevonni a más típusú társasjátékokból is néhány olyan feladatot, mint amilyen a pantomim, vagy valamit lerajzolni, vagy a gyerek beszéljen a saját tapasztalatairól, vagy a saját élményeiről egy-egy extra kérdésre válaszolva. A játék koncepcióját egy bolgár és holland csapatból álló játékfejlesztésben már tapasztalt csoport dolgozta ki. Itt a Spektrum Oktatási Központban elsősorban az erdélyi társasjáték tartalmi fejlesztésért voltunk felelősek, és ezúton is szeretném megköszönni Hadnagy Helgának, hogy
a kérdések összeállításában segítségünkre volt, illetve Pál Zsófi és Butyka Andrea kolléganőimnek, akik a projektet 2 éven keresztül menedzselték, és ezt a szép és hasznos termék létrehozását lehetővé tették, illetve Ferenc Kinga Laurának, aki részt vett a játék tesztelésében. És nyilván, aki online követ minket, látja, hogy van itt egy olyan ablak, amely a többitől eltér, ez a Spektrum Oktatási Központ nevű ablakban. A központunk egyik termében ülnek ő néhány pedagógus, és ebben a teremben van Helga is. Helga részt vett a játéknak a kifejlesztésében, illetve itt van Kinga is. Őket szeretném most megkérdezni, hogy egyrészt a fejlesztéssel kapcsolatban, hogyha szeretnének valamit hozzáfűzni ahhoz, amit én most elmondtam, illetve ami még talán ennél is relevánsabb lehet, hogy mondjanak valamit arról, hogy hogyan működött a gyakorlatban ez a játék. Amikor ők ezt a játékot kipróbálták, az még természetesen gyártás, nyomtatás előtt volt, tehát egy kísérleti verzióval dolgoztak. Átadnám nektek a szót, Helga, Kinga. Köszönöm szépen, Csilla. Szeretettel köszöntöm a teremben is, és azokat is, akik online követnek minket. Magamról röviden annyit, hogy formális keretek között is oktattam román nyelvet, non-formális, informális keretek között közel 20 éve. Egyik hobbimnak számítom én ezt a román nyelvoktatást, és nagyon szépen köszönöm a Spektrum Oktatási Központnak a bizalmat, hogy egy ilyen érdekes és hasznos projektbe bevontak. Nagyon nagy kihívás volt számomra, és érdekes volt ennek a játéknak a kifejlesztése, pontosan úgy, ahogy Csilla is mondta, pontosan azért, mert ez egy nagyon sokszínű téma. Tehát ha Erdélyt veszem, akkor a gasztronómiáját, a kultúrája, az épített örökségünk, a hagyományainkat, hát elég nehéz 250 kérdésbe belesűríteni, vagy 250 játéklapban. Ezért egy olyan döntésünk is volt, hogy legyenek könnyű, ismert kérdések, de igazi kuriózumok is szerepelnek ezeken a lapokon. A másik, amit szeretnék hozzáfűzni, hogy a kérdések kidolgozásánál azt is figyelembe vettük, hogy ahány diák annyiféle, ahány osztályközösség annyiféle, ahány részről vagyunk, főleg Székelyföldön, nagyon megoszlik, hogy milyen iskolában, milyen közösségben, mennyire tudnak a gyerekek románul, és ezt is elősegíti azért, hogy vannak nehezebb vagy könnyebb kérdések is. A tartalmilag Csilla nagyjából elmondta, a szerkezetileg is próbáltuk ugyanezt, hogy az életkori sajátosságokat és azokat a nyelvi készségeket, az előzetes tudást vegyük alapul, amivel a gyerekek rendelkeznek. Úgyhogy ha lesznek nehezebb kérdések, akkor ne legyen meglepő senki számára, vagy hogyha vannak könnyebb kérdések, akkor ilyenkor a kisebb gyerekekre is gondoltunk, pontosan azért, hogy minél távolabb, de minél több osztályban, minél több korcsoportban lehessen alkalmazni ezt a játékot, minél többen sikeresen tudják használni. Kinga, kidolgozásról. Kingát kérdezném, hogy a teszteléssel kapcsolatban milyen tapasztalatotok volt. Én nem voltam jelen a tesztelésen, amikor így imesben kipróbáltátok a játékot, de a fotókon láttam valami izgalmas cukorkát, színes cukorkákat is. Ti még valamivel megfejeltétek ezt a játékot. Mit láthatunk azokon a képeken? Én szeretném köszönöm a titeket. Nekem dolgok, próbáltuk itt teszteljük ki ezt a játékot, ezt a prototípus. A gyerekeknek nagyon tetszett minden újdonság, minden, ami eltér a hagyományosról. És a pármát mindenképpen a zöld színű kártyán levő földrajzi kérdések vitték el, mert azokat az iskolai kirándulásainak köszönhetően könnyebben meg tudták válaszolni. Képeken látszik, hogy még néhány vállalkozó kedvű ügyesebb harmadikus is bekapcsolódott, viszont ez ugye egyértelműen a nagyobb korcsoportoknak az 5-8-9-12-eseknek ajánlott. Gyerekek nagyon hamar megértették, meg is szerették ezt a játékot. Ezt azért mondom, mert miután a tesztelés időszak lejárt, az akkori kőkorszaki példát, hogy így mondjam, a prototípust, a nyomtatás előtti prototípust, hát megőriztük az osztályban, és ők ezeket a kis kártyákat, hogy nem néztek ki,
szépen lefóliázták, készítünk, ki is várták, dobozt készítettek nekünk, megtartottuk, és néhány alkalommal meg is kértek, hogy tegyük elő is jelentünk, úgyhogy minden, ami már nem kötelező, és kérik, én akkor úgy gondolom, hogy tetszett nekünk, illetve az év végén más osztályba költöttünk, és nekem szívem szerint az nagyon jól esett, amikor az egyik kislány rám kérdezett, hogy de ugye a román játékot is visszük, nem hagyjuk utában az osztályteremben. Tehát én mindenképpen ajánlom, elsősorban mondtam a negyedik. Köszönjük szépen, Kinga, és akkor Helga, itt jött is a kérdés, a természetes kérdés, amire természetesen készültünk válaszsal, hogy mondd el a játék menetét, légy szíves. Jó, tehát hogy hova kell lépni, mit kell csinálni, röviden, mert aztán nyilván majd mindenki elolvassa az utasítást. Ja, itt van az utasítás hozzá, tehát azzal kezdjük, hogy kell legyen egy játékvezető, ez most annak függvényében, hogy hány gyerekünk van, lehet a pedagógus a játékvezető, vagy lehet egy ügyesebb diák, akit a csoportnál megbízunk. Tehát ezt mi döntjük el. A játék úgy kezdődik, hogy mindenki vesz egy népegetőt. 7 van a dobozban, tehát 2-7 játékosig lehet játszani. És a játékszabály szerint az indít, aki a leghamarabb született, a legfiatal, vagyis a legidősebb indít, vagy a legfiatalabb, vagy megint el lehet a játékvezető eldönteti, hogy milyen sorrendben menjenek a diákok. Természetesen társas játékról lévén szó, az órajárásának megfelelően megyünk, hogy ne boronduljunk össze, főleg a kicsikkel. A játékhoz tartozik egy dobókocka, ez nem egy szokványos dobókocka, hanem színek vannak rajta, ugyanazok a színek, mint a témakörök. És a megszokott a társas játékokkal eltérően, itt szigetekre fognak lépegetni, tehát úgy néz ki a, most nem tudom, hogy ez hogy látszik, tehát itt van középen Erdély, és van hozzá tartozó 5 sziget az 5 témának megfelelően. A gyerekek dobnak a dobókockával, és annak függvényében, hogy milyen szintű dob, ha kéket dob, akkor a kék szigetre fog menni, és a játékvezetőnek elő vannak készítve a kártyái, tehát ő a kék kártyák közül fog kapni egy kérdést. Akik bent voltak a teremben, láthatták, hogy az elején nagyon szelektáltam itt. Én azzal kezdeném, hogy kiveszem a nehezebb kártyákat, amelyek itt meg vannak jelölve. Mutatom mindenfele, tehát ezt grafikusan jelölve vannak. Mivel ezekre a játék során külön szükségem lesz. És feltételezzük, minden színből ki kell venni a nehezebb kártyákat, és feltételezzük, hogy az egyik diákunk kéket dobott, a játékvezető felolvassa a kártyán levő kérdést, ezt mutatom kamerafele is, és megvan a 3 válasz ABC. A kérdésekre vagy válasz, vagy pedig kiegészítő jellegű kérdések vannak megadva, a sárga az a helyes. Ezt a kártyát, amelyiket elvettem, és ide a kamerafele is mutatom, úgy kell elképzelni, hogy hosszú szöveg van írva. Tehát ez a legügyesebb diákoknak van. A játékvezető nyilván megnézi a oktató vagy tanár, és ezt leegyszerűsítheti. Tehát ha úgy gondolja, hogy hallás után nem annyira jó, hallás után értésben nem annyira jó a diákok, akkor össze tud rakni ebből egy egyszerű kérdést bármikor. Utána az óra járásának megfelelően mindenki dob és lépegetnek a szigetre. Amikor lejárt egy kör, tehát a játékkör mikor lejárt, jön egy bónusz kör. Azt kifelejtettem, hogy ha fehéret dob valaki, ő maga döntheti el, hogy melyik szigetre fog lépni. A játéknak a célja az, hogy 5 egyforma kártyát gyűjtsön ki. Tehát 5, mondjuk 5 piros kártyára lesz neki szüksége, ahhoz, hogy nyerni tudjon, és mindjárt még egy bónusz kérdés. Tehát lejárt az első kör, és jön egy bónusz kör. A bónusz körben ezeket a bónuszkártyákat fogjuk használni. Mutatom ide is, meg ide is, hogy lássák. Ezeken vannak az egyszerű kérdések, amelyeket Csilla mondott, tehát egy témáról kell beszéljen, vagy pantomimezni, vagy rajzolni, vagy játékszabályt változtatni. Ezt szokták a kisebbek jobban szeretni, mivel lehet mozogni, ez a kisebb korosztályoknak sokkal jobban fekszik. Alig várják ezt a bónuszkártyát. Ezeket a történelmeseket, ha hamar túl vannak, hogy lehessen hamar
pantomimezni. Tehát mondom, életkornak a 12-ben ezeket kivehetjük természetesen. Ott már annyira nem fognak rajunk, nem érte. A bónuszkörben, hogyha végig tudod válaszolni, vagy azt a feladatot végrehajtotta, ami a bónuszkártyán van, akkor egy mini chip, egy mikrochipet, kérlek szépen ki mini chipet. Ezekből a chipekből fog kapni, és ezekből, hogyha 5-öt össze tudod gyűjteni, akkor cserélhet egy kártyára, egy olyan színű kártyára, amit ő bónuszba kap. Tehát mondjuk, hogy vannak 4 piros kártyája, 4 kört lejátszottunk, már van 5 mini chipje, vagy zsetonja, itt a leírásban mini chipként és zsetonként is szerepel, akkor ő még kérhet egy 5. kártyát. Ezzel megvan a nyerési lehetősége. A lehetőséggel együtt visszalép, ugye itt voltak kinn a szigeteken voltak a játékosai. Ha megvan az 5 egyforma kártyája, visszalép az erdély a térképére, és várja a nehéz kérdést. Na most azért vettem külön a megjelölt kérdéseket, hogy ilyenkor kell neki egy nehéz kérdésre válaszolnia. Ezt egyszerűen tartjuk, írja nekünk, hogy forma de evántál, legyező formába, és húz egyet a játékosunk, akkor ő lesz a nyertes. Tehát ez legalább ugye 5-6 kört le kell játszani, vagy még többet. Mivel a kicsi gyerekeknél nagy volt az izgalom, ezért tettük be a színes cukorkákat, a nagyobb dolgot még rajta, és a nagyobbaknál viszont lehetséges én javasolnám például más szerepek kiosztását is a játékosokon kívül, tehát tudok tenni én például egy szótározót, aki nekem otthon is segít, szintén a csapatban. Tudok tenni egy keresőt, egy kutatót, aki szintén segít a nehezebb kérdések kutatásában, és akkor adok egy időt, hogy jó, akkor van 30 másodpercetek, használjátok akkor a telefont, vagy ami rendelkezésetekre áll. A szókincsfejlesztésben, osztályteremben valószínű, hogy készítenék egy szófalat, ezt a oldalt, ahova előzőleg kiírjuk azokat a nehezebb szavakat, amivel itt találkozhat, mert vannak nehezebb szavak is. Azt is lehet, hogy egyénileg kiosztom, ők maguk készülnek, és kirakják arra a bizonyos falra. És akkor már könnyebben fogják tudni a nehezebb kérdések megválaszolását. És úgy gondolom, hogy pedagógusok annyira felszívak, hogy rengeteg másféle megoldást is biztos vagyok, hogy fognak a tanterületben találni, annak érdekében, hogy minél hasznosabban tudják a diákjaikat használni. Én jó munkát kívánok hozzá, és örömteli játékot remélem visszakerülünk hamarosan az osztályterembe a gyerekeinkhez. Igen, köszönjük! Köszönjük nagyon szépen, Helga, meg azt is, hogy hangsúlyoztad, hogy ez is, mint bármilyen más taneszköz, ez csak egy eszköz, és a pedagógus lehel beli lelket. Viszont úgy gondoljuk, hogy elég rugalmas eszköz, többféle felhasználása lehetséges. Akik a teremben vannak, azoknál már ott van a játék, nyugodtan bontsátok ki, hogyha gondoljátok, vegyétek le róla a fóliát, nézzétek meg a tartalmát akár. Akik online követnek, azok, ahogy mondtam, itt a spektrumból el tudnak venni egy-egy példányt a játékból. Hogyha valaki messziről csatlakozott be, de van csíkszeredai ismerőse, akkor nyugodtan küldje be, nem kell személyesen jönni érte. Hogyha valaki ezt sem tudja megoldani, akkor megkérjük, hogy írjon nekünk egy e-mail címet, és találjuk ki, hogy jut el hozzá a játék, amely teljes mértékben ingyenes. Erika kolléganőm a chatbe beírta a címünket, Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 9 szám 3. emelet. Be fogja írni az e-mail címünket újra, hogy e-mailen jelentkezzen az, aki a segítségünket kéri abba, hogy egy távolabbi városba vagy faluba tudjuk eljuttatni neki a játékot. Most meg arra kérném, egyrészt a teremben levőket, akiknek az az előnyük, hogy bele tudnak egy kicsit matatni a dobozba, de azokat is, akik online vannak, hogy nyugodtan kérdezzenek, vagy javasoljanak, vagy tegyenek bármilyen meglátást. Akik online vannak, azoknak legcélszerűbb ezt a cseten keresztül megtenni, akik a teremben vannak, azok természetesen bátran
emelkedjenek szóra, hogyha valamilyen kérdésük vagy javaslatuk van. Helga, itt a bemutató előtt el kell áruljam, Helga, ez most egy személyes tónust ad a mostani eseménynek. Itt nagyon halálra izgulta magát, mert mivel külföldön, tehát nem csak a grafikai szerkesztése a játéknak, hanem a gyártása, tehát a nyomtatás maga is külföldön történt, ezért sajnos a doboz hátának szövege nem egy legutolsó javítás szerint került nyomtatásra, ezért van benne hiba, de azt most majd mindenki el fogja nézni. Egyszer is meg kell keresse. De hogy sajnos az Erasmus programokban ez egy ilyen probléma, hogy nekünk el kell küldeni a bolgár, horvát és egyéb magyar-román nyelvet nem ismerő partnereinknek a szövegeket, akik ezt grafikailag megvalósítják, visszaküldik, korrektúrázzák, és akkor még mindig előfordul, hogy nem a végleges verzió nyomtatódik. Nincsen semmilyen hatalmas dráma, de hogy ezt el akartam mondani, mert emiatt Helga izgult. Jó. Várjuk továbbra is a kérdéseket a chatben. Én nem látom még, hogy érkezett volna kérdés, de a kolléganők is figyelik, szólnak, hogyha úgy látják, hogy van. Hát üzletekben egyelőre nem lesz vásárolható, mivel jött egy kérdés, hogy üzletben vásárolható-e, mivel a projekt futamideje alatt mi ezt csak és kizárólag ingyenesen adhatjuk, ezért amíg a projekt tart, addig ezt a játékot nem lehet kereskedelmi forgalomba hozni. Van viszont nekünk bőven, tehát van nálunk 150 doboz, ez szerintem első körben elég lesz az érdeklődők kiszolgálására. Hosszú távon nyilván lehetőség van arra is, hogy ez bekerüljön a kereskedelmi forgalomba, de Erasmus programról és sok országos, sok szereplő, sok intézményes fejlesztésről lévén szó, ez meglehetősen bonyolult. A szerzői jogi és egyéb szempontok miatt egy hosszas egyeztetés kell, hogy megelőzzön bármiféle kereskedelmi forgalmazást. Nyilván ezen is az érdeklődés függvényében el fogunk gondolkodni. De hogyha valaki szeretne ismerősének, vagy hasonló, akkor természetesen amíg a készlet tart, addig tőlünk el lehet vinni, ráadásul ingyen. Akik részt vettek az eseményen, annak mindenféleképpen félre van téve a játék, igen, valaki kérdezi, tehát megtartjuk akkor is, hogyha, mit tudom, 2 vagy 3 hét múlva fog jönni. A kolléganők azt kérnék, mivel nekünk november végéig el kell küldeni a pályázati elszámolásunkat, illetve bizonyítani kell, hogy szétosztottuk ezt a játékot. Aki teheti, az tegye meg, hogy eljön novemberben a játékért. Jó? Tehát most, ha valakinek különös probléma miatt csak decemberben lehet, akkor az jön decemberben, de azt szeretnénk, hogy novemberben legtöbben vegyék át a játékot. Kérdezte valaki, hogy hányadikos csoportban lehet érdemes, hányadikos gyerekekkel érdemes játszani. Hát én azt gondolom, hogy 5.-6.-tól felfelé, de akár 10-11-es gyerekekkel is élvezetes lehet, mert vannak benne olyan finomságok, vagy tartalmilag is olyan érdekességek, amit lehet, hogy amúgy a 11-es-10-es gyerek sem annyira hallott. Közben Erika kolléganőm jelezte, hogy említsem meg, hogy a felvételt készítettünk az eseményről. A felvételen nem fog látszani a résztvevőknek a neve, meg nyilván az arca sem, mert egyrészt nem annyira jó a kamerák, hogy a teremben levők arca látszódjon, másrészt az online résztvevők kikapcsolták a kamerájukat. Tehát köszönjük a megértésüket, ha ezzel kapcsolatban valakinek valamilyen panasza, vagy nem szeretné, hogy megjelenjen, vagy hasonló, akkor írja be a chatbe. Még volt, azt hiszem, hogy hány gyerekkel lehet játszani, Helga? Bármilyen más szeretet mellé lehet rendelni, hogy lehet tudjuk foglalni egy nagyobb szeretet. Helga, kezd előről a mondatodat, mert a mondatod első felén nem volt bekapcsolva a mikrofon. Jó van, tehát a dobozon azt írja, hogy minimum 2 résztvevő kell legyen, és maximum 7-en tudják játszani, mivel a 7 ilyen lépegető van benne, de azt mondtam, hogy más szerepeket is kioszthatunk, ahogy az előbb is említettük, a szótározót, a kutatót, a pontszámolót, többet is be lehet vonni. Helga, játszható csoportokba? Tehát ha 3-as csoportokat alkotnak a gyerekek? Igen, kell még egy dobókocka,
azt meg lehet oldani. Időközben azon gondolkodtam, hogy online módon hogy lehet játszani. Vannak ezek a letölthető applikációk, hogy kivetítem, hogy forog a dobókocka, és akkor tudok dobni a gyerekeknek. Nálam vannak, mint tanárnál a kártyák, és akkor én olvasom fel nekik, ők vezetik a pontszámot, úgyhogy online is meg tudjuk oldani. Annyi, hogy azt a dobókocka applikációt kell letöltsük. Nagyon szépen köszönjük. Ha még van kérdés, akkor föl lehet tenni. Én időközben megköszönöm mindenkinek az érdeklődést, a részvételt. Ahogy a bemutatóm elején is mondtam, hogyha szeretnék azok, akik bejöttek hozzánk, megnézni ezt a VR, virtuális valóság alkalmazást, és esetleg eldönteni, hogy nekik osztályfőnökként vagy tanárként hasznos lehet-e az az alkalmazás, azok most kipróbálhatják, hozunk néhány eszközt, hármat vagy talán négyet, Erika kolléganő megmondja a pontos számot, és ki lehet próbálni ezeket a 360 fokos filmeket, ehhez megfelelő szemüveget biztosítunk. Most ebből az alkalomból, akinek még van egy 10 perc ideje, az ezzel eljátszhat. Az, minket online követők közül, ha valakit érdekel ez a VR játék, akkor az e-mail címünkre jelezze, hiszen ez a játék is teljesen ingyenesen vihető, elérhető. A technikai feltételekről, a technikai körülményekről muszáj egyeztetni, mert ez nem egy annyira egyszerű dolog, hogy letöltjük a telefonra is, bárki bármilyen telefonról játszhatja, de megvalósítható, tehát használható iskolában már a VR játékunk is. Erika, kérlek jelezd, ha valamit elfelejtettem, pótolhatatlan kolléganőm. Minden kolléganőm pótolhatatlan most ebben a helyzetben, Erika. Köszönjük nagyon szépen mindenkinek, kitartást kívánunk ebben a nehéz időszakban, jó egészséget és sok-sok lelki erőt, hogy amikor végre visszamehetünk az iskolába, akkor újult erővel és a kiéhezett emberek nagy-nagy örömével tudjunk újra nekifogni a gyerekekkel való foglalkozásnak. Mi is nagyon várjuk ezt. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Viszontlátásra. Ma is el lehet venni a játékot, valaki kérdezte. Köszönjük szépen a gratulációt, Zita. Mi is sok sikert kívánunk mindenkinek. Viszontlátásra!